Helyhiány miatt többen lemaradtak az idei bárról, sokaknak nem jutott már jegy arra a repülőre, amely több mint 300 szülővel és pedagógussal a fedélzetén repülte körbe a földet ezen az estén. A szervezők mindent megtettek azért, hogy a látvány, a hangulat és a fürtös vendéglő által felszolgált finomabbnál finomabb ételek segítségével a képzeletbeli gép utasainak felhőtlen kikapcsolódását, szórakozását szolgálják. A rengeteg tombolatárgynak köszönhetően pedig szinte senki nem távozott üres kézzel. A bevétel most is az iskola tanulóinak javát szolgálja. Kifejezetten a gyerekeknek a szabadidős programjait céloztuk meg, tehát játszótéri játékokat szeretnénk még, és a gyerekprogramokat szeretnénk még színesebbé tenni, előadókat hívni, megvendégelni a gyerekeket. Nagyon-nagyon szeretik akár egy csendes napon, vagy bármilyen alkalommal, ha egy műzliszelet, egy almalé, vagy bármilyen apró kis megvendégelésnek nagyon örülnek, és ebből a pénzből fedezni tudjuk ezeket a kiadásokat. A vacsorát a második évfolyamos gyerekek műsora követte, majd valamivel 10 óra után szülők egy csoportja foglalta el a táncparkettet. A bál megszervezése ismét igazi összefogás eredménye volt. Nem csak a bálon való részvétel jelenti a megmozdulást, hanem az előkészületekben való részvétel, és természetesen utána is az elpakolásban is, úgyhogy sok segítőnk volt a szülők részéről, és elsősorban a tombola gyűjtésben, tombola csomagolásban, illetve a műsor kitalálásában, betanulásában, a pedagógusok pedig a dekorálást végezték. A dekoráció jó része Imre Szilágyi Katalin tanárnő munkája volt, aki csapatával nagyon sokat dolgozott a monumentális díszleten. A talpalávalót ezen az estén a Zsombolysz zenekar biztosította, akiknek köszönhetően fergeteges hangulat, hajnalig tartó buli kerekedett a Petőfi Iskola idei szülők nevelők báján.